Na, megyünk tovább, és akkor jön az ígért bronzmeccs, de ezt követően jön majd Tóth Krisztián bronzmérkőzése. Itt most a férfi 90 kg-ban az első meccsen az üzbék Davlat Bobanov és a török Mihály Zgánk, aki hát egyébként szlovén, mert hogy Celjében született, meg ott is élte jó ideig az életét. De hát aztán azt mondta, hogy 2017-ben döntött úgy, hogy átmegy a törökökhöz, akkor volt egy jó éve, de nem tudott tovább fejlődni, mert itt egyszerűen nem talált edzőpartnereket. Igen, tehát a pesti VB-n ő jól szerepelt, második hát, lett. Igen, erről beszéltünk, hogy a szlovénak női judóban nagyon eredményesek, több olimpiai bajnokuk van. Ez a srác 17-ben még szlovén bajnok volt, 18-ban már török. Igen. És Özerler néven judózott. Pontosan. Utána én nem is tudtam, hogy nézem a tabellát, ki ez a török. És akkor mondják a judós srácok, a TFS-ek, hogy hát tanár úr, ez tavaly még szlovén volt, ez az Gank. Ez az, és most nem a török nevén van itt, hanem ott a török színeket képviseli. Mert akkor a törökök megkeresték a VB után, tettek neki egy ajánlatot, ő meg elfogadta. És most megy a bronzért, azzal a Davlat Babanovval, aki idén VB ezüstérmes lett, és nyert különben Ázsia-Óceánia játékokat, és egy fantasztikus edzője van, a többszörös bajnok Ilias Iliadis. Úgyhogy, hát itt azért Bobanov az esélyesebb. Igen, és amióta az Iliadisszal dolgozik, ott egy folytás. Ú, de gyorsan rátette a folytást! Szájba húzta, úgy tűnik. Mathieu Bataille, francia egykori VB bronzérmes a bíró. Szóval amióta Bobanov, az üzbég, Iliadisszal dolgozik, azóta nagyon jó, nagyon éles, azóta például Krisztián se tudja legyőzni. Előtte a Krisztián végigverte őt. És itt is a pesti VB-n a döntőbe jutásért tőle kapott ki. Úgyhogy rengeteget fejlődött Bobanov, amióta Iliadisszal van. 19-es nápolyi univerziáden egyébként ő is bronzérmes volt, Krisztiánhoz hasonlóan. Ketten álltak a dobogó harmadik fokán. Befordult volna most Zgang, de inkább ez egy látszat akció volt, bár látott némi esélyt, tehát nem tudta húzni az üzbéget. Eltelt itt most már az első perc, hát egyelőre még csak próbálgatják egymást. Az üzbék 24 éves, a török 27. És a statisztikákat az is hozzátartik, az utolsó meccsüket a dohai Grand Slamen Zgank nyerte. Tehát idén januárban legyőzte Bobanovot, ami egy nagy fegyvertény, egy kis belsőt csinált közben, de kifordult belőle. Hát nagyon ott van a talajon, nem tudja tovább vinni. 33-an indultak itt egyébként. Óriási mezőny van, megkapja Bobanov az első sídót. Gank egyébként ugye bement egyeneságon a négybe, és a trippeltől kapott ki, akit meglepetésre a döntőbe látunk majd, a grúz Bekaurival. Megint bement egy dobásra Gank, aztán itt a hátán van most az üzbég, aki időközben kapott már egy sídót, mert ugye aktívabbnak mutatja magát Mihály Gank. Tehát egyelőre a meccs képén azért sokat nem változtatott, most vagyunk fél időben. Bobanovot a grúz verte meg, a fiatal 20 éves Bekauri, akit a döntőben látunk. Olyan erős a fogása a töröknek, fölcsapoda nagy nehezen tudta lebontani a nyakáról a fogást az üzbeg. Nagy belső. Ez egy ilyen legyötrös csípő akart lenni. Valahogy legyötröm, lecsavarom. Hát, nagyon nem viseli meg, látszott, hogy az orrára esett, meg belegyötörték a fejét a szőnyegbe, de azért szokva van ehhez, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak Bobanov. Önmagában az, hogy már egyszer megverte idén Zgang Bobanovot, ez egy nagyon komoly dolog. És most is az, hogy inkább ő akciózgat. Más kérdés, hogy az eredményesség között, de egyelőre csak annyi, hogy összehozott egy intés Bobanovnak. Hát igen, és ő indítgat, de Bobanov meg nagyon jól kontrázik. Tehát, hopp, és egy támasztott gáncs! Jaj, de szép! Egy tájottosi! Egy villanás.
és ez egy ippon. Ez eldöntötte. Altatott, aztán egyszer csak durr. És még rendes meccsidőben, ami azért most már lassan szokatlannak számít. Udaja van keseredve Zgánk. Elment a bronz. Hát igen, Zgánk azért a naptól ugye többet remélt. Egyeneságon bemegy négybe, és mégiscsak ötödik lett. Igen, mert ugye kikapott a döntőbe jutásért, most meg kikapott a harmadik helyért. Tehát hiába ment előre egész nap, mint a nyíl. A négyből nem lett mégse érem. Akkor egy-egyre állnak, de itt a fontosabb mérkőzést ezt most Bobanov nyerte. Abszolút. Ugye beszélgettünk róla korábban, még adások között, hogy Bobanov milyen jó, tehát az se lett volna meglepetés, a döntőbe jut. Igen. Itt most megmutatta, hogy miért. Tehát, hogy tényleg fantasztikusan reagált. Na hát ő is kitör, és érzelmi vihar. Nem bírja sírás nélkül. Egyébként nem Iliadiszt, hanem az üzbék szövetség kapitány látható itt mellette. Igen. Megvan a fotó, és megvan a bronz. És ott a kiíráson már látszik, hogy jön Tóth Krisztián a következő meccsel. Ez nagyon szép volt. Igen. Tájotosi támasztott Gáncs. Endületből oda tette, elment az egyensúly, tolta. Igen, itt a körkamerából, itt már repült, tehát itt már nem tört, szépen a hátára leteszi. Nagyon gyorsan zutja, de egész de klasszikus. Ugye nem elé lépett, hanem mellé, tempóra. Egyensúly veszt, minden megvan. És mindez egy olimpiai éremére meccsen, tehát ez a csodálatos. Tehát itt... És jó látni, hogy igen. Ilyen tiszta akciókat is igen, lehet csinálni. Nem csak a hadakozás van, a küzdelem, hanem szép dobások is azért néha.